Menj már innen, videózok, tűnés. Sziasztok! Folytassuk a parancsos tutoriát. Azt gondoltam, hogy ma a test for lesz. Nem? De igen, azt gondoltam, a test for lesz ma. Nem tudom, melyiket írtátok a legtöbben. Most nincs itthon, mert megőrülök. Azért nincs is skinem. Menj már innen. Nem igaz, folyton belejön a képbe. Kicsit erre megyek. Szóval a test forra gondoltam. Emlékszem, hogy azt írtátok többen egy másiknál, úgyhogy... Úgyhogy kezdek megörülni ezektől a falusiaktól, komolyan. Csak két ellen van a kill. És most megtanuljuk a kill parancs használatát. Jó. Test for. A test for az nagyon egyszerű. Test for. Igen, ezt úgy szoktam, már kiestem a ritmusból. Kérdője a test for. Na szóval, tehát a test for, aztán a játékos, ez már lehet entitás is, tehát egy kicsit megtévesztő ez a segítség, és aztán a data tag, az az MBT. Ennyi. Ha megtalálja, akkor visszajelez a chaten, illetve a command block jelet küld. Ha ki van kapcsolva, akkor nem jelez a chaten természetesen. Na. A player helyére, a player paraméter helyére oda lehet írni játékos nevet, meg lehet írni selectort. Kell egy ilyen komparátor, mert most ki vannak kapcsolva szerintem. De ha magamnak írok be, akkor vissza fogja írni. Így persze, hogy visszaírja, tehát a játékos írja be, de a command block azt nem fogja. Szerintem. Aha, nem írja vissza, ki van kapcsolva. Jó, nem baj. Itt a komparátoron úgy is látszik. Tehát... Igen, megtalálta Csabusát, de lehet írni selectort. Mik azok a selectorok? Azok a kukacsal, vagy az et-jellel kezdődő paraméterek. Itt vannak felsorolva egyébként a command blockban. Van az etp, etr, eta, és stb. És mellé ki is van írva, hogy az mit jelent. Az etp a legközelebbi játékos. Szerintem ezeket ismeritek, azért... Nem baj, azért belemegyünk. Tehát a legközelebbi játékos. Jó. A futtatóhoz legközelebbi játékos. Tehát a command blockba futtatom le, akkor aki legközel van a command blockhoz, stb. Az R az egy véletlenszerű játékos, egy véletlenszerű játékos. Az A az a... az minden játékos, és az E az minden entitás. Ha megnézitek a szintaktikát, akkor a játékost azt még kötelező megadni, illetve entitást, igen. A datatagot már nem muszáj. Hát, mint ahogy az előbb használtam, hogy csak annyit írtam bele, hogy test for Csabusa. Igen, úgy lehet ezt a jelet lekapcsolni. Nyomok egy dant. És akkor már nem küldi tovább, hogy át lenullázza. Csak meg akarom mutatni, hogy ez most ezzel is működni fog. Jó. Ha megvenném az összes mobot, és így futtatnám le, hogy test for et-e, akkor is működik. Mert a játékos is egy entitás. Csak szólok, ezt tartsátok szem előtt. Itt van. Megtalálta a tojást, de igazából minden entitást kijelölt, tehát mindenkit megtalált. Ha ugyanezt a parancsot ide a chatre írom be, akkor egy szép kis listát kapok. Itt van minden entitás. Valahol közte ott vagyok én is. De most meg nem keresem magam. Jó. Oké. Lehet használni ugye a selector mellé még ilyen paramétereket. Szögletes zárójelben megadom, hogy a... Teszem azt, a típusa, type, az mi legyen. Ez lehet csirke, ló, bárány, mit tudom én, valamilyen szörny, zombi, creeper, játékos is lehet. Olyan is van, hogy player. És akkor azokat fogja. Nem tudom, van egy tehén. Keresünk tehenet. Van, valahol van. Azt nem mindegy, hogy mennyi. Jó. Mi van még? Lehet XYZ koordinátára. Az úgy néz ki, hogy X egyenlő valami. Az nem azt jelenti, hogy azokat fogja teszelni, akik azon az X koordinátán vannak, hanem legközelebb ahhoz az X koordinátához. Hogy csináljuk? Mondjuk itt állok a mínusz 405 a
Van egér, nincs egér. Így van egér. Itt, tehát mínusz 427, 60, 1392-n állok. Jegyezzétek meg. Mondjuk így valamennyire látszik. Mindegy. Most a legközelebb játékos nézzük, csak azt akarom megmutatni, hogy attól, hogy nem ugyanazt a koordinátát írom, meg fogom még találni. X egyenlő 1, Y is egyenlő 1, Z is egyenlő 1. Ez ugye teljesen más, mint ahol vagyok. Hopp, de megtalál. Tehát megtévesztő. Ha azt akarjátok, hogy pontosan ezen a koordinátán álljon, akkor kell további feltétel, például az R egyenlő 0. Akkor pontosan ezen a koordinátát kell állnia. Az R az, az egy sugár, hogy ettől a ponttól, amit ott az XYZ-től, itt a Z-vel kijelöltök, attól nulla távolságra. Tehát R-ként távolság. Azt már nem fogja megtalálni, mert elég messze vagyok tőle. Ha ezt följebb veszem, próbáljuk ki ezerre. Még attól is messze vagyok. Jó. Van egy másik, az az RM. Hogy legalább. Igen, az R volt a legfeljebb. Tehát amikor azt hittem be, hogy R 1000, akkor legfeljebb 1000-re. Az RM az a legalább. R minimum. Legalább 1000-re legyek. Ez valószínűleg meg fog találni, mert mint kiderült, messzebb vagyok. Megtalál. Na mondjuk, ha túl nagyot írnék be, nem még ez is. Jó, tök mindegy, nem fogom kikísérletezni. Tehát ez az RM, ez a minimum. Van még pár ilyen, például a score-okat is ide lehet beleírni. Fölveszek egy X-score-t, akkor score, aláhúzás, X egyenlő 10. Ha X értéke legfeljebb 10, score, X, min egyenlő 10, legalább 10, meg legfeljebb 10, azaz pontosan 10. Ezt nem úgy kell értelmezni, hogy a legközelebbi játékos, ha 10 az X értéke, hanem az a legközelebbi játékos, akinek 10 az X-je. Táblákkal eljátsszuk. Még össze-vissza nyomogatom a gombokat. Hát mondjuk itt áll egy játékos, akinek ez az X az 4, meg itt áll egy, aki 10. Na most a legközelebbi játékosnak csak 4. Tehát akkor most nem küldje le, de, mert ezt nem úgy kell értelmezni, hogyha a legközelebbi játékosnak, hanem az a legközelebbi játékos, akinek 10, tehát őt fogja megtalálni. Ő lesz az a legközelebbi játékos, akinek az X 10. Szerintem jól mondtam. Ugyanígy az MBT-re vonatkozó korlátozások. Ezt most kitörlöm, hogy megtaláljon engem. Mondjuk olyan játékos keresek, akinek a tárgyai között nem item, hanem inventory. Az az igazság, hogy van items, az a tárgytárolóknak van. Van equipment, az a moboknak van, a náluk lévő tárgyak. A játékosnak pedig inventory-ja van. Kész elme baj. Hát olyan játékos, akinél van... Jó, persze nem teljesen ugyanaz mindegyik, tehát valahol meg lehet érteni, de az items és az inventory között már nincs akkora külön. Na mindegy, most nem menjünk bele. Tehát a legközelebbi játékost keresem, akinél van, mondjuk kő, az most nincs nálam. Nem is küldjelet. De ha magamhoz veszek egy követ, akkor igen. Be fogom linkelni, hogy hol lehet megnézni ezeket az MBT-ket. Ezek ugyanazok, amiket summonnál használunk. Tehát itt az előbb a listán volt valami 12 nevű, mondjuk az pont rossz példa. Ha nevet akarok tesztelni, akkor az pont ide kell. Name egyenlő 12, de legyen Csabusa. Tehát a legközelebbi játékos, aki Csabusának hívnak és akinél kő van, ez aztán a meredek feltétel. Akkor mondunk egy másikat, például, hogy milyen színű a nyúl. Vagy mérges-e a farkas, amiket itt tárol a játék, amiket summonnál lehet használni, azt ide írom be. Tehát az MBT rész, nem tudom ezt tovább ragozni. A selectornak is elég sokféle paramétere van. Szkórok, helyzet. A legtöbb az helyzethez és irányhoz vonatkozik. Azt is tesztelhetem, milyen irányba nézek, az az RX, az RXM, az RY és az RYM. Az RY-nak ne legyen az RX, az a függőleges
irány, tehát így, ahogy így mozgatok, így függőlegesen, ezt lehet vele tesztelni, az RY-nal pedig vízszintesen, tehát ahogy így forgok. Ugyanúgy, ahogy eddig, az RX a maximum, az RX-em a minimum, és ennek is az Y-os megfelelői. Megnyomjátok az F3-at, akkor itt, ez itt a zárójelben, ahol mutatom, itt a facing sorba 176, ez az RX. Nem, az az RY, igen. És a másik a perjel után pedig az RX értéke. És akkor ez ilyen mínusz 90-től plusz 90-ig. A másik pedig... Jaj. Szerintem 180-tól mínusz 180. Nem tudom, mindig amikor ott van szükségem, csak akkor nézem, nem tudom a szélső értékeket. Jó. Ennyi volt a teszt for. A kézikönyv óvjon.